elképesztő iszap dagasztás az, amikor a behívás tudományáról értekeznek. Alapvetően elrontott, alapvetően elhibázott, és milliók járják ezt a buta körjátékot nap, mint nap, hogy mit kell csinálni a behívással, mitől lesz behívható a kutya. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok! A Neked Ugatok mai adásában kicsit ilyen gyakran ismételt kérdésekre fogunk válaszolgatni. Korom Gáborra. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Mucsicska László vagyok. Sziasztok! És uh, legelőször abba csapnánk bele, ami tényleg talán a legtöbbször találkozol ezzel a kérdéssel, hogy úristen, nem behívható a kutyám, mit tegyek, hogy behívható legyen, mik mik az általános best practices erre nézvést? Talán nem is ez a legsűrűbb kérdés, de ez a legnagyobb irritáció a gazdák részéről, és azért nem a legsűrűbb kérdés, mert a, mert a társadalom oda rendeződött, hogy inkább nem engedél a kutyát, és akkor nincsen beívási probléma. Jaj, jaj, ez nagyon szar irány. Tehát kérem szépen, szépen megnyomni a piros gombot, mert, mert ez így mocsok rossz. A kutyának is, nekünk is minden féle módon. Tehát egy, egy pórázon végig sétálni egy erdei túrát, az olyan, mint éhesen beülni a, a az étterembe, megnézni, a többiek jól laknak. esetleg meginni egy édes üdítőt, hogy azért ne, nekem is valami, aztán hazamenni és jó bekajálni otthon a hűtőből. Hát a, a, kutyánál is valami ilyen az, amikor valami ilyesmi az, amikor pórázom vissza sétálni. Hosszú sétára a hosszú órára. Nyilván vannak, van az a veszélyeztetett környezet, ahol eleve fel sem merülhet, hogy elengedem a kutyát. Bár megjegyzem, aki jól kontroll tartja a kutyát, bármilyen veszélyeztetett környezetben nagyobb biztonságban tudja, mint a mint, mint akárki más pórázon a kutyáját. De ha mondjuk nem te vagyok, hanem én akkor nekem mi a veszélyeztetett környezet. Veszélyeztetett környe vagy veszélyeztető környezet igazából az, ahol ahol a, 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 az inger szint a kontroll képességemet felülmúlja, ezt mindenki eloszthatja és lebonthatja a maga helyzetére, de jellemzően, jellemzően ez azt jelenti, hogy ha, ha a kutyám nincsen feszes figyelemben, akkor, akkor bármely forgalomban mozgás veszélyeztető lehet, hiszen egy pici mozdulat, egy kimozdulás, nincsen mondjuk járda a kutyámnak, akkor, akkor egy félreugrás egy gyerekről már, már, egy, már egy tragédiát okozhat, ugye, ha leugrik az úttestre a kutya. Tehát ez már veszélyeztető lehet. Függetlenül attól, hogy egyébként a kutya alapvetően jó kontrollálható. De hogyha nincsenek benne ilyen fékek, akkor, akkor ez problémát okoz. Szóval az, hogy a kutyát el tudja engedni, az, az nekem kötelezettségem. Ezt akkor vállaltam százezer évvel ezelőtt, vagy x tízezer évvel ezelőtt, amikor az elsősöm, aki kutyát vett maga mellé, azt mondta, hogy na, majd ő gondoskodik a kutyáról. Innentől kezdve nekem a kutyának kötelessége, olyan térről gondoskodni, ahol a kutya kimozoghatja magát. Vannak ugye ar arra próbálkozások, hogy ezt a fajta tudatvesztett állapotot, hogy nem tudjuk elengedni a kutyát, ezt a fajta tudatvesztett állapotot kezeljük. Ilyen például a kutyafuttató. De hogyha egy gyors fejszámolást elvégzünk, a kutyafuttatók nem alkalmasak arra, hogy kezeljék ezt a jelenséget. A kutyás parkok már igen, tehát szerintem minket ez a jövő, de ott meg újra él a kérdés, hogy elengedhetem, vagy nem engedhetem el. Ö, tehát van, van ilyen a kutyafuttató, és akkor van egy olyan válasz, ami, ami a legmodernebb, a, leg, a, a, legfrissebb válasz erre az energialeadásra, erre a fajtársi, szociális interakció igényre, tehát más kutyákkal való játék igénynek a kiel kielégítésére, ez pedig a napközi, nem véletlenül dübörögnek a napközik. Igen, viszont ebben nincs benne a gazda interakciója mi is működtetünk napköziket, nem véletlenül, tényleg szükség van ma arra, hogy a, napközi, a napközibe, a, amíg a gazda elmegy dolgozni, vagy a kutya jól kifárasztja magát, és otthon már csak a kedves és a jó kutya váli őt, az nagyon nagy élmény. Kifejezhetetlen érték gyakorlatilag, hogy a kutyából csak a jóság marad meg, a rosszasságot pedig kipörgetheti magából a napköziben. Hát ez nagy ezt... könnyebbség, amikor ha már csak így beülsz a tutiba. Igen, ez így van valóban, de azért ez, egy, ez csalóka, mert ez valóban energialeadást eredményez, valóban egyébként könnyebben kezelhetővé teszi a kutyát, de helyettesíteni nem helyettesíti azt, amitől egy kutya behívható. Tehát a behívás szerintem a legmagasabb szintű irritáció, ha nem vesszük be a a felejtő kapszulát. És ezután jönnek azok, hogy egyébként nem tudja letiltani a kakifelevésről, a, a, kaki a dökbehempergi és a többi, és a többi. Ezek, ezek jönnek utána, ez, borz, ez is borzasztó kellemetlen. Sőt, adott esetben még idegesítőbb tud lenni. Tehát egy egy, egy séta után az autóhoz közelve egyszer csak látom, hogy... <kül> és akkor tudom, hogy az autóban most mocskos büdös lesz. Ezt szerintem sokan átélték már. Na szóval egy szó, mint száz, Behívás, és milyen helyzet a behívással? Ma a kutyatartó társadalom a behívást egy tanítási gyakorlatnak tekinti. Ez egy alapvető, tehát fundamentális tévedés. Egy kutyát nem kell behívásra tanítani. Egy kutya behívható. Két dolog kell hozzá: a gazda ismerje és értse a kutyáját, és a kutya nyelvén tudjon kommunikálni. Ennyi kell hozzá más nem. Ez persze minden mást feltételez. Tehát ha ismerem és értem a kutyámat, akkor a megfelelő viszonyban vagyok a kutyámmal, és ha tudok kommunikálni, tehát el tudom mondani, hogy mit szeretnék, akkor be tudom hívni a kutyát. Erre nem kell tanítani a kutyát. Most rengetegen felhördülnek, hogy jaj, de ekkora hülyeséget még nem hallotta. A kölyök tanfolyamon egész pontosan az történik nálunk a kölyök tanfolyamon, hogy a tanfolyam végére egy gazda meg, itt, tehát ez a, ez a, bekerülési szintű tanfolyam, az első, az első, ez azért fontos, mert az első program végére ide jutunk el, az első program végén a gazdák megkapnak egy figyelemmenedzsment nevű technikát, ahol köhintéssel mondjuk tudják számon kérni a kutyán a behívhatóságot. Megtanulják, megismerik a kutyáról az alapokat, és megtanulják azt a testkommunikációt, azt a, az ehhez kapcsolódó verbális kommunikációt, amivel a kutya behívása számon kérhető. És ilyet bárki állíthat magáról, csak azt tegyük mellé, hogy egy olyan tanfolyamról beszélünk, ahol az elején ezt ígérjük a gazdáknak, és az elején emellé elmondjuk, hogy 100%-os pénz visszafizetési garanciát kapnak a gazdák ez most egyáltalán reklám mondtam, hanem azért meséltem ezt el, hogy ez egy realitás. Tehát ez valóban működtethető. Nagyon fontos, hogy ezt értsük, és a kutyával való kapcsolatunkat így közelítsük meg. Ehhez képest valami elképesztő iszabb dagasztás az, amikor a behívás tudományáról értekeznek, beszélgetnek, és a többi, és a többi. Na, alapvetően elrontott, alapvetően elhibázott, és milliók járják ezt a, ezt a buta körjátékot nap, mint nap, hogy mit kell csinálni a behívással, mitől lesz behívható a kutya. Attól hogy, attól, hogy van egy rendezett viszonyom, értem, és tudok a kutya nyelvén kommunikálni. És ennyi a behívás. Ennyi a behívás. Nem, nem, nem pedig tudományosan, ö, ö, látszólag tudományosan felhúzott lózunkokat kell mögé, mögé állítani. Nézzünk, nézzünk, egy picit akkor most. Van-e alapja a tanítási elemeknek? Van. És mi is használjuk. Egészen addig, amíg a gazda meg nem tanulja azt, hogy hogyan kérheti el a behívást. Tulajdonképpen a tanítási alap az azt jelenti, gyorsan menjünk végig ezen, a, ezen, hogy tehát ma bekapcsolom a, a, a gépet, okostelefonnal felmegyek az internet, tehát lejön az az info, hogy mit csinálja a kutyával. Hát adjak neki kaját, adjak neki jutalomfalatot, dicsérjem, és a többi. Igen, de ennek nem, tehát ez nem a behívás tanítása, hanem itt tulajdonképpen az engem körülvevő szűk szociális teret. Tehát azt a, azt a szűk burkot legyen ez egy, a, tehát az, az én személyes közelségem, ezt töltöm fel kellemes élménnyel. Miért van ennek jelentősége? Most egy nagyon fontos dolgot fogok elmondani. Azért van ennek jelentősége, mert azt a sok-sok mindent, amit elrontok a kommunikációba, amit például a ahelyett, hogy a kutyának azt mondanám, hogy nem szolgállak ki téged annyi, és a kutya jobban akarjon, jobban akarja az én figyelmet, jobban, jobban szeresse azt, hogy én figyeljek rá, mint ahogy szeretném én, hogy ő figyeljen rám. Ez egy, ez egy attitűd. Tehát ezt persze tudatosan építem fel. Tehát úgy úgy építek egy közelséget, egy viszonyt, hogy a kutya jobban akarja az én közelségemet, mint én a kutyáét, akkor jön ki egészségesen, akkor áll fel egészségesen a rendszer. Általában mi nagyszívű emberek úgy vagyunk, hogy a szeretetünkkel nyakon öntjük a kutyát, és nem veszük ész, ezzel semmi baj nincs. Én is nagyon szeretem a kutyámat, és jépádok mellé bújni és dögönyözni, és nagyon jó minden kutyát dögönyözni, csak ezzel az a probléma, hogy nagyon sokszor, a nagyon sokszor azt most tessék úgy érteni, hogy nap mint nap nagyon sokszor terhelést teszünk a kutyára. Tehát egy, egy kutya felé közeledés, egy kutyafelé nyúlás az nincsen megfelelően bezengetve, nincsen megfelelően alá dolgozva a szociális térben, az én torsz kommunikáció miatt egy terhelés lehet a kutyára. Akár csak egy simogatás, egy nyakörv megfogás már mindenképpen, egy odabújás, a fejem közelítése a kutyához mindenképpen. Ezek mind ugyanúgy, ahogy egy. A, tehát ha a szerelmemhez odabújok, megfelelő pillanatban, akkor számára az egy nagyon jó érzés lehet, hogy én megsimogatom, az arcunk összeér. De hogyha én ugyanezt veled tenném, maci, akkor nem tudom, mit szólnál hozzá. Nagyon meglepődnék. És nem biztos, hogy a következő podcastnál itt ülnék. Tehát az, az, egy, az egy olyan terhelés lenne neked, amely terhelést te teljesen logikusan nem vállalnál be. Még egyszer. És nagyon sokszor ilyen terhelést teszünk a kutyára, anélkül, hogy tudnánk róla. Mindezt a legnagyobb jó szándékkal. Na most ezek a gyakorlatok, hogy hívd be a kutyát, pütülőzzél egy kicsit, és adjál neki kaját, ezek tulajdonképpen ezen ilyen féléber vagy tudattalan viselkedéseink, kommunikációs rontásaink, Helyreigazítására, vagy tulajdonképpen egy ilyen tartalék, egy ilyen puffer képzésére alkalmasak, mert hogyha én ezt a szociális teret felzengetem, jól betöltöm kellemes élményekkel, akkor néhány kellemes élmény még nem fogja a kutya kedvét elvenni attól, hogy elbírja a közelségemet. De ez egy nagyon fura dolog. Tehát a kaját ebben az esetben tulajdonképpen azért használom, hogy amit már máshol elcseszek, arra egy ilyen egy ilyen tartalékot, egy ilyen talont, egy ilyen bankot hozzak létre. Milyen furcsa dolog ez. És közben azt tanuljuk, hogy így kell a behívást tanítani. Elképesztő hülyeség. De tényleg úgy néz ki, mintha ezzel tanítanánk a behívást. Mert ugye a látszólag berohan a kajáért. Igen, látszólag belohanak a kajáért, látszólag működik az, hogy kajával, kajával behívom, de ez nem behívás, hanem ez mondjuk egy csereüzlet. Szaladj ide. Ez kapsz. egy kajára hívás. Gyakorlatilag lehet ezt mondani. Oké, okay, de mi már modernek vagyunk, mert, mert többet láttunk, hallottunk, és találkoztunk olyannal, aki már, aki már húsz kutyánál többel dolgozott, és már mondóját, hogy figyelj, ne csak kaját adjál neki, hanem dicsérd is őt. Tök jó, igen, ugyanaz történik, csak nem csak, nem csak a kaját használom, hanem a szociális térbezengetésére már működtetem a, a, legerősebb motivációt, az, hogy velem, mellettem jó, mert látod, milyen szép a hangom, látod, milyen szépen figyelek rád. Ugyanez nem mindig sikerül, mert nem tudjuk, hogy hogy lehet szépen figyelni a kutyára, nem tudjuk, hogy lehet szépen beszélni a kutyához, csak próbálkozunk vele, Ezek, egyébként ez kutyánként változik, de most erre majd inkább később térjünk ki, akár egy későbbi podcastban. De próbálkozunk, és, és, azt lehet mondani, hogy, hogy nem is érünk el rossz eredményt, mert a kaja plusz egy kis nyügyörgés a kutyának, az valóban kellemes élmény, és a kutya melegszik a, a, szociális motiváció irányába. Tehát ez egy jó irány. De még egyszer, most is csak egy ilyen, egy ilyen talont, egy ilyen tartalékot képezek arra, hogy egyébként, amikor elrontom, akkor az ne rontsa be annyira a kapcsolatunkat. Akin ez az egyenleg felborul, ott van az, hogy a kutya óvatos a gazdasimogatásával, nem szívesen megy oda, vagy, vagy gyengébb esetben sokkal érdekesebb más, mint maga a gazda, aki élete főszereplője. Persze ennek azért van egy olyan logikus magyarázat és hogy a gazdát egész nap látom, tehát bizonyos értelemben egyfajta ilyen ingyen semlegesség is kialakulhat a gazdájánya, főleg, hogyha nem jól építem a kapcsolatomat, míg más, akit csak egy két naponta látok, az rettenetes nagy örömmel azért ez is benne a pakliba, de egy jól működő kapcsolatban a gazda ennek fölé tud nőni ennek a, ennek a kitettségnek. Na, szóval, szóval ez az alap, és nem azt mondtam, hogy ezt ne használjuk, használjuk, de ne felejtsük azt el, hogy itt valójában nem a behívást tanítjuk, hanem csak a saját közelségünket töltjük fel kellemes élménnyel. Ami egyébként nagyon sokat fog segíteni abban, hogy a kutya behívható, inkább úgy mondom, úgy mondjam, hogy könnyebben behívható legyen. Oké. Okay. Nagyon messzire el lehet jutni ezzel a technikával, főleg, hogyha jól használom a jutalomfalatot, jól használom a játékot, a zsákmány alapú motivációt, és jól használom legfőképpen a szociális motivációt. Nagyon-nagyon messzire el lehet jutni. Szinte tünetmentessé lehet tenni a behívást, mint problematikát. Azonban ezt úgy hívjuk, hogy ez egy díjalapú működés. Díjalapú működéssel nagyon messzire eljuthatok, viszont bármikor előfordulhat olyan, és sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy elő is fordul, hogy Jön egy olyan helyzet, ahol megjelenik egy erősebb motiváció, vagy esetleg éppen ellenkezőleg valamilyen valamilyen fenyegető dologgal találkozunk, amitől a kutya páni rémületbe kapcsol, és itt viszont semmilyen tartaléka nincs a gazdának, nincsen egy tekintély alapú működés, és a kutya ilyenkor életveszélyes helyzetbe kerülhet. Nagyon sok ilyen kutya halálról. Hallottam, illetve találkoztam az életem során, ez, ez sajnos nagyon jellemző, hogy nincs meg az a tekintély alapú működés, amely egyébként a, a minimum kell, hogy legyen egy kutya gazda kapcsolatban. Imádom, hogyha a kutyám pofátlan. Imádom, hogyha a kutyám rosszalkodik. Imádom, hogy a kutyám egy, egy neveletlen gyerekként viselkedik. Én nagyon szeretem a rossz kutyát. Tényleg. A, a, a lényemnek legmélyebb részéhez kapcsolódnak a, a kutya rossz csontságok. Ma is rengeteget röhögtem, a lányom kutyája itt aludt nálunk, és, és a rosszalkodásai, ti is úgy jöttetek be, hogy egy utalomfalat tartott lelopotta. A, én nagyon-nagyon szeretem ezeket. A kutya egy, egyéniségéhez hozzátartozik. De amikor azt mondom, hogy be kell jönnie, akkor az egy másik üzemmódba kapcsol. Tehát ott én az a szülő vagyok, aki szólt a gyereknek, hogy és ez ahogy egy kutyagazda viszonyban nélkülözhetetlen, úgy alap, mondjuk egy 7 éves korig tartó szülőgyerek, tehát a gyerek 7 éves koráig tartó szülőgyerek viszonyban. Ott is nagyon fontos a tekintély alapú működés. Fontos azért, mert a gyereknek ez adja azt a biztonságot, amitől aztán később a fejlődése olyan alapokon nyugszik, hogy ő egy, egy stabil ö, 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 személyiséggel, a környezeti kihívásokkal eredményesen ö, fog tudni megbírkozni. Legalábbis ez segíti ebben. A kutyánál ez bizonyos értelemben még inkább fontos, mert a míg a gyerek 7 éves korától kezdve folyamatosan kezd leválni, persze ez nem 7 éves korhoz datálható, de de ott már elkezdődik, elkezd leválni a, a, a szülőről, és egyszer csak egy önálló individualitás, egy szabad individualitás lesz, a kutyán ez soha nem történik meg. A kutya soha nem válik le. Ő mindig ebben a három-négy éves gyerek és szülő viszonyhoz hasonlítható szinten marad, e fölé nem kerül a kutya soha. Ő mindig ebben, tehát alapvetően tekintély viszonyban is. Társadalom, emberiség és kutyatársadalom ellenes bűn az, ami ma terjed a mainstreamben, tehát hogy ne gátoljuk a kutyát, hogy ne, hogy ne ö, ö, építsünk fel tekintély viszonyt. Ezt nagyon magabiztosan állítom, és azt javaslom mindenkinek, hogy ne döljön be a, a a vanabi ö, ö, parki tanácsadónak, vagy akár még az interneten magát gyorsan kutyakiképzőnek képző, vagy valamilyen tudományos fokozattal rendelkezés magát kutyakiképzőnek tituláló ö, 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 önjelölt szakértőknek. Azért ne, mert nagyon veszélyes ez az irány. Ugye nagyon könnyű egy ilyen misztikus dolognak tartani ezt a behívás dolgot, mert hogyha kimegyek, kórázon, akár egy kutya sétáltatóban, vagy bárhová, és azt látom, hogy más tudja hívni a kutyáját, én meg nem tudom, akkor könnyű bedőlni annak, hogy ez valami exakt, kimatekolható, tudományos módon elsátítható dolog. Én mondjuk csak ilyen saját példából táplálkozva érzem azt, hogy nem az, mert nekünk volt egy e, tacskó német-US keverék kutyánk, a Johnny, akit a, az édesapám remekül tudott kezelni, és ő, ő behívta, azt csinálta, amit akart, e, míg sem az édesanyám, sem én, sem a nagyszüleim nem tudtuk kezelni ezt a kutyát, és, és valahol azt gondolom, hogy itt jön be ez a tekintély, című dolog, mert hogyha a kutya egyébként képes ezekre a dolgokra, de nálam nem képes, akkor valószínűleg nem a kutyával van a baj, hanem velem. Hát ez nem egészen így van, Maci. Valószínűleg Johnny egy egygazdás kutya volt. Ez sem kizárt. De, mert ennél nagyobb hülyeséget nem tudok mondani, és nem is lehet hallani, ugyanis nincs olyan, hogy egygazdás kutya. De becsapsz engem, Gábor! Az gazdás kutya az, kutya... Enged, az, egygazdás, az, egygazdás kutya az a az egy felmentés, ez egy bucsucédula a a család több mint részére, hogy hogy nem baj, ha nem foglalkoztál a kutyával, nem baj, ha nem tettél ebbe a kapcsolatba energiát, nem baj, ha nem voltál következetes, nem baj, ha nem tetted oda a figyelmedet, mert itt egy búcsú ez egy egygazdás kutya. Nincs ilyen. Tehát a, 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 ugye elsősorban nagy testű pásztorokra szokták mondani, hogy, nagy, hogy, hogy egy kutya, és egyébként azért, mert a nagy testű pásztorok sokkal érzékenyebbek a tekintély viszonyra, mint más mint más kutyák, de az nem azt jelenti, hogy sokkal érzékenyebbek, hogy ne lehetne akár öt egyenértékű gazdája egy nagy testű pásztornak is. Nem lesz, mert nem fogja a család öt tagja beletenni az energiát abba, hogy működjön a rendszer, és azért mindig lát, tehát a, 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 a kutya akár a családi dinamikát is érzékel és látja, és ott is tud tulajdonképpen ilyen, ilyen ö, egyenleteket megoldani, hogy most éppen éppen hova kell. De, de ha én következetes és határozott vagyok, akkor a feleségem kutyája nekem is szót fog fogadni, pontosabban a feleségem kutyája, nem csak a feleségem lesz, hanem az én kutyám is lesz. Én ezt tartom egészséges viszonynak. Én meg örülök, hogy <laughs> akkor valahol meg irányba tettél engem is, tehát hogy tényleg az van, hogy ez egy ilyen tekintély dolog, de kétszeresen megaláztad azzal, hogy <laughs> egyrészt beszopattál az egy, egy gazdás történettel, másrészt meg, hogy valójában szargazda voltam, mert én nem figyeltem a, a, az állatra. Ezt az egy gazdás kijelentés nem csak te, hanem ember tömegek szívják be nap, mint nap, is, vagy élnek ezen felmentés alatt boldog tudatlanságban. tehát emiatt egyáltalán ne érez rosszul magad, amiatt már inkább, hogy, hogy, hogyha volt egy kutyád, akkor nem tetted bele azt, amit beletehettél volna, de szerintem ez majd a következő kutyánál már biztosan máshogy fog alakulni, meg hát azért is beszélgetünk itt, hogy így legyen minél több embernél. Szóval, a tekint, és itt muszáj egy picit a tekintélynél szerintem érdemes megállni. Tehát azt gondoljuk, hogy a tekintély rossz. És ezt azért gondoljuk, mert én például nagyon tekintélyellenes attitűddel létezem. <kül> <laughs> nem akarok most, most itt műhely elárulni, de, 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 a katonasság alatt majdnem lecsuktak a barátaimnak köszönhetően sikerült megmenekülni, akik, akik, betuszkoltak egy pingpongozóba pingpongasztal alá, hogy ne kapjanak el az engem kergető, akik a rendőrséget játszották a katonaságnál, és ezt folytathatnám az életemben tovább, hogy mennyire rossz viszonyba vagyok az emberi tekintélye, nagyon rossz viszonyba vagyok. Szerintem már kicsit túlzóan is rossz viszonyba vagyok. Viszont az ember-kutya viszonyban nagyon erősen helye van a tekintélynek. Egyébként szerintem az ember-ember viszonyban is, mert nekem például mondjuk uh, uh, egy számomra hiteles tudósnak komoly tekintélye van a saját tudomány területén. Egy irodalmának komoly tekintélye van, és rajongok érte a saját területén. És ez így alapvetően elmondható bármilyen szakágra, az autószerelőtől a, a, a professzorig. De nem egyetemes érvényű tekintélyt jelent. Tehát igazoltnak kell lenni annak a tekintélynek, és annak is igazoltnak kell lenni nekem ember-ember viszonyba, hogy ezzel a tekintéllyel nem él vissza. Tehát mondjuk attól, hogy én rajongok azért, ahogy ő a nyelvészethez viszonyul, és amennyit tud a, 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 a nyelvészetről, Kálmán László professzor, nagyon kedves barátomra gondolok, attól nekem Éreznem kell azt, hogy szabadon hagy, és mondjuk a politikai nézetét nem akarja rám tolni. És Kálmán Laci egy fantasztikus ember volt egy társunk a kutyasulint. Nekem ő például egy olyan tekintély, egy nagyon fontos tekintély az életembe, akit, akit a, a, a gondolkodásáért, a viselkedéséért, a... a, a, a a tudományban elért eredményeiért, a nyelvtudományban elért eredményeiért hihetetlenül lehetett tisztelni, és nagy kerek szemmel De amikor például a politika, vagy akár a homeopátiáról beszélt, akkor nekem nem kellett osztanom feltétlenül azt, amit, amit ő gondolt. És bár volt olyan, hogy erről beszélgetünk, sőt, akár veszekedtünk is, de nem volt elvárása felém, hogy én, hogy én ezt, hogy én az ő nézeteit magamévá tegyem. És így, hogy ebben szabadon hagyott, így megmaradt az egészséges tekintélyviszony viszony közte és köztem, ami, amitől én jól tudtam magam érezni ebben a, ebben a relációban. Így érz, én személy szerint így érzem az emberi tekintély viszonyat. A kutyánál azonban ez nem egészen így van. A kutyának mi abban a pozícióban vagyunk tehát, és a tekintélyes szerint is nagyon szeretném, hogyha a kedves nézők, a kedves hallgatók ezt értenék, tehát mögé értenék azt, amit mondani szándékozok ezzel. Itt a tekintély a kutya számára biztonságot jelent. Itt a tekintély a kutya számára egy óvó közeget jelent. Itt a tekintély a kutya számára egy térképet jelent a világban. Egy viszonyítási pontot, akihez fel lehet rajzolni a világ ismeretlen részeit, akihez viszonyítani lehet egyes problémákat. Ha, ha megijedek valamitől, akkor ha a gazda nem ijed meg, akkor nekem sincs félnivalóm. Ez egy nagyon nagy stresszcsökkentő faktor az ember és a kutya együttélésében. Ugye azért ezt tetszik érteni, hogy mennyit tehetünk egy kutya egészségéért, hosszú életért. 18 éves, most köszönt el a Pekingi Palota Pincsink, hosszú egészséges életetért, 11 éves a kaukális juhászom, és, én, és egészséges, és öröm ránézni. Éppen holnap után, után lesz 11 éves. Igen. Isten éltesse armát innen is. Szerintem nagyon boldog. van is természetesen a születésnapjáról, mint ahogy az összes kutyának. Na szóval egyet arról hogy mi az a születésnap. De azért meg fogjuk ünnepelni. Na szóval egy szó, mint száz, ez a tekintély a kutya számára egy lételem, és ő tulajdonképpen azzal, hogy levált az ösztön program általi érvényesülésről, ezt a biztonságot, Bizony a tekintély által nálunk keresi. A kutya rossz sont, a kutya egyéniség, a kutya játszik azzal, hogy a tekintély alól kibújik, és ezt mi élvezük, és ő is élvezi. De ez körülbelül hasonló program, mint ahogy a gyereknél is program a rosszalkodás, hogy teszteli a határokat. És ez addig egészséges, amíg tudom, hogy mi az a határ, amit nem léphet át. Mert hogyha hagyom azt a határt átlépni, akkor kicsúszik a lába alól a talaj és ez kutyánál is, akár kisgyereknél is igaz, és ott már egy bizonytalanság váltja fel azt a fajta attitűdöt, ami egyébként kellemessé teszi a viszonyunkat. És ott, ott már megnövekszik a stressz, ott már olyan döntéseket hoz, amely döntésekre egyébként nem vágyik, és a többi, és a többi, és a többi. Ez józan értelemmel végigkövethető, amit elmondtam. Ehhez nem kell a kutya alapvető ismerete, nem kell beható tudás hogy ezen a gondolatfonalon végig menjünk, ezt csupán józan értelemmel végig lehet követni. Nagyon fontos, ezt a józan értelmet kell megtartani. Ma, nagyon erős tendenciák érvényesülnek, akár tudománynak nevezett, vagy tudománynak csúfolt. A tudomány nagyon nagy híve vagyok, ezt szeretném elmondani, az igazi tudománynak. Nem, az a, nem annak a tudománynak, amely, amely mondjuk valamilyen kérdés bebizonyítására megfelelő pénzért, vagy megfelelő státuszért, vagy, vagy tö -tö -tö rendelkezésünkre, hanem az őszinte, kíváncsi, nyitott, kutató tudományé, és nem az embert lehengerlő, és a bizniszbe beálló, és a szép tudományé. Tehát, hogy de, de, ehhez tudomány sem kell, hogy ezt a, ezt a folyamatot végigkövessük. Sőt, kifejezetten nincs rá szükség. Ez egy józan emberi értelemre van szükség, és tartsuk meg a józani emberi értelmünket, és ne hagyjuk azt a fajta mainstream befolyást beengedni, amely ezt felülírja. Tessék szíves lenni, visszamenni a jó, józan értelemhez. Mindenkinek, mindenkitől ezt kérem, azon tapasztalatra hivatkozva, és azon küldetésre hivatkozna, amelyben mi benne állunk, és amely de nap mint nap úgy végzünk ennek a küldetésnek a jegyében, hogy tulajdonképpen az embereket kigyógyítjuk abból a hatásból, amit, amikor amikor is hát, ö, ö, egyfajta ilyen fátyol fedi a, a, gazda érzékelését. Ezért, ebből következik például az is, hogy nem tudunk szépen hozzányúlni a kutyához, nem tudjuk szépen megsimogatni a kutyát, nem veszük észre, mikor vagyunk terhesek. Annyira intellektuális felhőben élünk a szociális térben, én ezt nagyon ismerem, mert én ezeket mind végig csináltam. Tehát, tehát a, a, bármi, amit tanítok, tehát ha, ha veszünk mondjuk egy ügyetlenséget, nevezzük lúzerségnek, bármi lúzerséget észlek egy gazdánál, szinte biztos, hogy én azt személyesen elkövettem. Engem húzott át a hasamon a Bécsi úton a kutyám, ültem ott a kutyám előtt, és locsolgattam szardini alá a kaját, és falatonként tömtem a szájába, hogy egy ember, mert kövérebb, vagy, vagy, vagy ö, nem lenne szabad ennyire soványnak lenni. Szerintem sokan ráismernek erre a jelenség, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ezeket én mind-mind kipipáltam, rettenetesen erős ilyen intellektuális felhőbe. És például, csak hogy mondok valamit, hogy, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy ugye fiatal gyerekként lettem teljes felelősséggel kutya tulajdonos, nevezük gazdának, mert a gazda egy igazán jó szó a kutya -gazda viszony bemutatására. Gazda, mert én gondoskodom róla, gazda, mert én vállalom a felelősséget, gazda, mert én adom a biztonságot, és hát ebben az együttélésben, ugye, hogy mondjam, hát nem voltam a toppon fiatal emberként, fiatal gyerekként, és például az egyik ilyen érdekes tettem volt ez a, ez a kutya projekt. Nagyon szerettem volna, hogyha egy kicsit testesebb lenne a kutya, mert soványnak tűnt. Sőt, talán az is volt. De egyébként ez annak volt köszönhető, hogy rosszul túletettem, és a táplálékhasznosítás, nem úgy működött, na átszaladtak a kutyán, nem, nem jól raktam össze, és a többi, és a többi. A lényeg az az, hogy a kutyám alig akar tenni, ezért elmentem mindig messzire, a finom falatokért, emlékszem, ilyen, ilyen fémfülű farmer szatyorban, az bírt el a sokkáját azzal hoztam az a télen tél, tél, a gyerekként a, az Óbuda piacról a kaját, és a többi, és a többi. És így évekig tartott. Még egyszer csak egy jártam egy ilyen rendőrségi ö, ö, tréningre, és panaszkodtam ott, a, 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 hogy hát, mert mondták, hogy tőle nem sovány, az a kutya hát, de hát, ennyit a nagy. mit foglalkozol vele, hogy miért, miért, hagyd ott, nem eszi meg, nem vedd el előle. Majd megeszi, a ilyes lesz. De hát így is sovány. Vőnyed meg, meg fog írni, vagy... Nem mondom, hogy a legmagasabb ö, ö, intellektuális platóról kaptam ezt a, ez, ezeket a tanácsokat, de hát olyan, hát akkor tudod, ki volt a kiértett a kutyához, az, aki így, hogy mondjam, azért csizmában is megállta a helyét, és valahogy úgy alakult, hogy jó, akkor megfogadtam ezt a tanácsot, és csodák csodájára, amire évekig kilódtam, annak, hát ez, ez, ez nagyon megvan nekem ez, a, ez az esemény akkor körülbelül ez egy, egy hetes, másfél hetes program lehetett, de lehet, hogy egy picit hosszabb volt, nem tudom. Az történt, hogy a kutyám megkapta a kaját, a mindenféle kaját, már azt a, nem, nem a kiválogatottot, hanem mindenfélét, nem ette, meg elvettem. Kilaktam, nem ette, ott elvettem. És akkor ezt játszottam, és másfél hét múlva mondjuk a kutyám elkezdett enni, utána kigömbölyödött, és olyan boldog lettem. És addig ebben a fátyolban értem, és ma is rengetegen játsszák ezt a játékot az én teljes megértésemmel, vagy beleérző képességem ö, ö, szimpátiájával figyelve ezt, hogy aggódnak azért, hogy a kutya nem eszik, túletetik jellemzően a kutyát, ezért gyakorlatilag a szerzett akik ahhoz, hogy, hogy nagy a táplálékbevitel és átszalad. Más kutyák meg persze meghíznak tőle, mert az egy kutya, kutya, kutya és kutya között nagyon nagy a különbség. Valószínűleg többen híznak meg, mint, mint, mint hasznosítják rosszul a kaját, nem valószínű, hanem ez így van. De hogy rendszeresen túletetjük a kutyákat. az egyik döbbenetes élményem az volt, ezt így Érdemes erre így kitekinteni, csak hogy hogy vagyunk mi ma kutyatartók, amikor ez nem is olyan nagyon régen történt. Egy kommunikáció zavarra küzdő gazdi tacskónál, akiknél egyébként pláne sokszor elő szokott fordulni ilyen, ilyen jellegű probléma is beszélgettünk, és akkor hát hogy kértem tőle, hogy a személyes, ugye, mert ez a tréningként alkalmazunk, hogy igenis fontos az, hogy, a, hogy, hogy töltsük fel a személyes terünket kellemes élménnyel, használjuk erre a kaját, de az fontos, hogy a kaja is élmény legyen, ne legyen túletetve. És akkor mondja, hogy hát hogy annyira szerintem nem érdekli a kaja, és akkor beszélget, hogy oda mennyit eszik, és kiderült, hogy a törpe tacskó. Tehát itt egy, itt egy pár kilós kutyáról beszélünk, tehát egy, egy három, né, maximum három-négy kilós kutyáról, ez nincs, akkor nincs, nincs is annyi. És, és, mennyit eszik, és kiderült, hogy annyit eszik a kutya, persze a nap nagy részére elosztva, sőt nem annyit, hanem többet, mint az én kaukázusi juhászkutyám, akit láttatok, hogy igen jó kondícióban van, <laughs> és 60 kg környékén mozog a súlya a, a lánykutyának, és ez a kis tacskó evet annyit, mint a 60 kilós kutya. És ez egyébként úgy villant be, hogy láttam, hogy hogy mekkora kis kolbászpottya ki ebből a kutyából. Ilyen kutya méretű kis kolbász és, és akkor a beszélgetés szót, szót követett, jött ez, hogy nem nagyon érdekli és akkor, akkor eljutottunk oda, hogy, hogy, hogy vastagon túl van etetve. Ez is egy ilyen civilizációs ártalom. Tehát itt is fent vagyunk egy intellektuális felhőbe, ami a kutya érzékelését tulajdonképpen begátolja. Nem látjuk a kutyát. Tehát annyira a gondolataik, annyira a a, a terelt, sőt, inkább így van, terelt gondolataink hatása, hogy nem, vész, nem veszük észre a kutyát. A, csak egy ilyen záró lehez a, ez a étkeztetés dologhoz. Ugye mondtam, hogy volt ez a Johnny uh. nevű uh, tacskó német keverékünk, aki eleve forma tekintve is egy eléggé amorf állat volt. Uh, nagyon imádtam, de hogy épp furán nézett ki tényleg. Uh, és a, nagymamámat állandóan vidéken nőttem föl, Kárpátalján, kisvárosban, és állandóan ezzel egrecíroztatnak minket. Nem, nem túl sovány az a kutya, nem túl sovány az a gyerek, már mint én. És akkor nagyanyámnak ez volt a megállapítás, hogy figyelj, az a kutya, meg az a gyerek, aki ételt kapott, még soha nem halt éhen és ez ez, ez <sik> sikerült ezt így hát az a baj, el elodázgatni. Igen, az a baj, nagyon már nem nézegette az internetet egyébként. Tehát ez, ha nézegette volna, biztos nem mondja ezt. Hú, és milyen igaza volt. Na, egyébként ez egy, tehát ez egy nagyon érdekes küzdelem, hogy a józanészhez vissza kell találnunk. Az internet fantasztikus jó dolog, csak a rengeteg információ között nagyon sokszor a valóság vészel. Ezzel ma társadalmi szinten küzdünk bármilyen téren. Én a kutyát látom, ott borzasztóan. Tehát azt kell mondjam, nagyon szomorú, amit most kijelentek, de azok, akik a tanácsokat adják, azokra egy komoly gyors talpaló ráférne, hogy legalább nem mondjanak irgalmatlan nagy hülyeségeket néha. Picit vissza akarok kanyarodni a behíváshoz. És azért akarok visszakanyarodni, mert azt mondtam, hogy a behívás ennyi, de ezt olyan, hogy mondjam, ilyen cliffhangernek ott hagytam. E az a helyzet, hogy ezt nem is fogom tudni így egy videóban elmondani. Nem is fogom tudni így egy beszélgetésben elmondani. Ez egy sokkal, tehát ez egy összetett folyamat, ez egy ébredési folyamat, és elsősorban egy egy önreflexiós képesség kialakítása. Tehát ahhoz, hogy jól tudja működtetni a behívást, az a te, saját testkommunikációmban kell egy picit felébredjek. De a díl alapú tanítást, és amit erről elmondtam, az él, és ezt a tanácsot én is osztom és adom, hogy igenis. Költsük fel a, a, a szűk környezetünket kellemes élménnyel, tegyük ezáltal biztonságosabbá és könnyebben behívhatóvá a kutyát, de a megoldás mindig az, hogy megtanulom azt, hogy hogyan tudok a kutya figyelméhez pontosan és konkrétan beszélni. És a cél minden kutya gazda kapcsolatban, figyelem, minden kutya gazda kapcsolatban, hogy a tekintély alapú behívásig eljussunk és nem csak a behívásig, de ebben most, ugye erre most nem térek ki, ez érvényes az agresszió viselkedésre, és érvényes akár valaminek a letiltására. Legyen ez durva játék, vagy legyen ez a földről felevés, és a többi. Azért is gondolom megint így a saját tapasztalataim alapján, hogy tényleg ez inkább egy ilyen tekintély alapú dolog, mert ugye valamelyik adásban már mondtam, hogy az egyik nagyapám az pásztorkodott pásztorkutyája volt, és hát nála aztán meg... És tényleg... hova, nem emlékszel, hova járt kutya iskolába? <laughs> A tükörmódcsát végeste is. <laughs> nem. Pont, és pont erre akartam kiegyezni az egészet, hogy nyilvánvalóan neki valami olyan ember-kutya kapcsolata volt, ami, ami nem egy ilyen díl alapú történet, ami nem egy nem egy jutalmazásos módszer, hanem ő, ő a tekintélyével parancsolt ennek az állatnak, és azt tette, amit szeretett volna. Nyilván, mivel ez volt a munkája, elég szar helyzetbe került volna, hogyha egyébként a, a, az állatot nem tudta volna kezelni. Viszont maximálisan a birtokában volt azoknak az eszközöknek, amivel ezt a ember kapcsolatot tudta működni. Ebben Mondjuk a káhezorban. Itt azért néhány dolgot hozzá kell ehhez tenni. Tehát az első az az, hogy jutalmat ők is, kap, ők is adnak, de a jutalomot mondjuk a, a, a dicséret. És a, a szóbeli dicséret, a verbális dicséret, és az a megfelelő testkommunikáció az, hogyha jól nevelem a kutyát, ha jól szocializálom a kutyát, akkor magasabb értékű lehet. Ezt a mai kor emberre nagyon nehezen tudja alkalmazni azért, mert, mert bizonyos értelemben elszakadtunk a környezettől. A te nagyapád, aki pásztorkodott a természet közelségébe élt, és bizonyot tudta alkalmazni. Ő még érezte és tudta, hogy hogy lehet egy kutyát megdicsérni, és a kutya piros betűs napként tartotta számon azt, amikor, a, amikor, amikor egy alapos dicséretet kapott, nem bánt vele nagy bőséggel, de amikor kapta a kutya, akkor annak nagyon nagy értéke volt. Ez az első. A következő. Maximálisan elismerem ezt az atavisztikus tudást. Rengeteget merítettünk belőle. Tehát a tükörmódszer technológiájában ez az atavisztikus tudás abszolút ott van. A bunkós botot kihagytuk, vagy a pásztorbotot kihagytuk, mert arra szerencsére nincs szükség. De például a testkommunikációban, a, a hanghord, stb. stb. rengeteget profitáltunk ebből a fajta tudásból. Láttam is személyesen, természetesen, pásztort autentikus pásztort működni a kutyával. Nem annyira rózsaszín a dolog egyébként, mint ahogy ezt általában el szokták mondani. De, Igen, de... én is elmondtam az előző adásban, hogy valamelyikben, de... hogy ugyan az, ezzel a kutyájával így bánt, de a következő kutyájával, aki már nem pásztorkodott, ő így, láncra verve így, az életét. Így van szóval bizonyos, hogy... így van bizonyos, ott, ott... Olyan volt, mint a horoszkóp adott is, meg el is vett. Ha egy szó mint száz, egy egy másik tudatállapot volt, sokat el lehet hozni, de a, de a történelem és, a, és a, az emberi tudatosság egy fejlődési híven van. Ez a fejlődési ív, ez nem egy, nem egy lineáris fejlődési ív, hanem ebben hullámok, fej, hullámok tulajdonképpen egy ilyen végtelen nyolcasnak lehetne ábrázolni, ami a bezuhanások, kiemelkedések vannak, de alapvetően, mint tendencia, ez fejlődésként megjelölhető. Ez személyes meggyőződésem. És ebben a fejlődésben mi most például morálisan és intellektuálisan is egy sokkal magasabb szinten vagyunk, mint azok a korok, vagy azon korok emberei, akik még ezzel az atavisztikus tudással bírtak. Ma az a dolgunk, hogy a legfejlettebb lelki tevékenységünkkel, a gondolkodásunkkal kielemezzük saját magunkat, rá tudjunk tekinteni rá tudjuk tekinteni arra, ami minket körbevesz, ahogyan mi a környezettel interakcióba kerülünk, ahogyan mi viselkedünk, testkommunit, stb. 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 És ezen tudják igazítani. és, és így azt a tudást, amit a pásztor, vagy az a tudás, amit a pásztor már tudott, az a tudás újra előkerülhet egy magasabb morális és magasabb tudatossági szinten. Illetve ennek következményeképp a pásztor kutyája igazából azt tudta, amire neki ott szüksége volt. Vagy védte a nyájat, vagy terelte a nyájat, vagy védte és terelte a nyájat. És az ehhez tartozó teljes feladatcsomag. A mai kor emberének elképesztő tudású kutyája van. És ez az, ez az ezret fordulón robbant fel, és erről Leginkább ezt tehet. A, tud a tanításnak az a tudatosság is nem véletlenül van itt az asztalon, és nem véletlenül terjesztette, hozta be Magyarországra, és terjesztette a kliker használatát a tükörmódszer, mert, mert a mai kor emberének sokkal magasabb az igénye a kutya megértésére, nem egy atavisztikus ismerettel rendelkezik, hanem szeretné megismerni. Ezért is van az, hogy gyakaljuk azt a sok marhaságot, ami, ami, egyébként a nyakunkba borul. Mert szeretnénk minél többet és többet tudni a kutyáról. Néha, ugye, hogy beszéltünk, néha józan észt is hátra sorolva emiatt. Szóval egy szó, mint száz, az ezzet fordulón, és ennek a címere a, a, a kikker, megváltozott a viszonyunk, a tanításba bevittük a tudatosságot mert hogy az ember emberkutya kapcsolatot három részre bontottuk a tanításra, a viszony a kapcsolatra és az életmódra. Ezen három rendszerben egészen más attitüdöt kér a kutya, de ez is maradjon egy későbbi podcastnak a, a, a témája. A tanítás csak annyit gyorsan, hogy a tanításnál alacsony elvárásokkal és építkező elvárásokkal dolgozunk és nagyon nagy türelemmel. Ennek az eszköze ugye ennek az eszköze a klikker, egy exakt kommunikációt tesz lehetővé. A kézben tartásnál ez, a, ez az alacsony elvárás megszűnik, ott nagyon magas elvárásban vagyunk, tehát mondjuk egy, egy ö, egy ételfelevéssel kapcsolatban az utcán, egy agresszió viselkedéssel kapcsolatban, nyilván agresszió viselkedés és viselkedés között van különbség, van melyet terápiával kezdünk, van melyet egyszerűen tekintéjel azonnal le lehet kapcsolni. Általában az agresszió viselkedések 95%-a olyan, amelyet tekintélyel így lehet lekapcsolni, és 5%-a az, amely terápiára szorul, terápiás folyamaton kell végig ugye vagy zéró toleranciával viseltetünk egy behívás megtagadásával. Tehát nem, tudjuk, nem, fogadjuk el. De megvan az eszközünk arra, ugye beszéltem a figyelemmenedzsmentről, megvan az eszközünk arra, hogy hogyan tudjuk számon kérni a kutyától azt, hogyha nem jött be, hogyha nem, hogyha nem jön be. És az életmódnál pedig ez a kettő tulajdonképpen ötvöződik. Nyilván az életmódprogramokban van kézbentartás is, és van tanítás is, az már tulajdonképpen maga az élet, az életnek egy ilyen felfokozott üzemmódja, mondhatjuk, hogy ilyen karmagyorsító terep, felduzzasztott energiáleadás, interakcióhegyek, de ezt, mint mondtam, inkább majd később vizsgálnám meg. Szóval egy szó, mint száz. A korimpulzus, hogy ezzel a fejlett moralitással, magasabb fejlettebb moralitással, magasabb tudatossággal tekintsünk rá az ember kutya viszonyra, a tekintélynek ott van helye, ahol helye van, és a toleranciának a figyelemek ott, ahol van, és míg a pásztor kutyája csak alapszetteket tudott, a harmadik évezet felelős és tudatos kutyatartójának a kutyája rengeteg mindent tud. Amellett, hogy behívható, letiltható és kontrollálható, amellett, a legbonyolultabb gyakorlatokat is néha. Nem kell feltétlenül mindenkinél, igény, igény és ö, ö, lehetőség függvénye ez, de a mai kor ember nagyon sokat tesz ebbe bele. Nem véletlenül, hogy mi ezt a kölyök tanfolyamban is már úgy csomagoljuk, hogy van egy kézben tartás, és van egy tanítási alap. Tehát egészen tehát kölyök tanfolyam végére jutunk el oda, hogy a kutyák kézjelre ültnek, feküdnek, 20 méteres behívásnál fél időnél megállítja a gazda a kutyát, vagy, vagy targethez küldi ki. Ezek döbbenetes dolgok. Mikor gyerekkoromban Kutyaiskolába jártam, ott a kutyaiskola vezetőjének a kutyája nem tudott annyit, és a kutyaiskola vezető sem tudott közel sem annyit, közel sem annyit, mint ma egy kölyök pró tanfolyamot elvégző gazda. Ez döbbenetes változás, elképesztő változás a tradíció és a jelen kutyázása között. Én abban bízom egyébként, hogy minél többen ezt a józanutat választják, mert akkor... Ez, Gyakorlatilag nem csak a kutyára, és a missziónknak szerintem ez a legfontosabb eleme, de ezzel most nem akarok beszélni, hanem az emberi kapcsolatokba is átér. A kutya arra tanít minket, hogy hogyan tudjunk figyelni a partnerünkre. És hogyha ezt a figyelmet megtanulom a kutyára alkalmazni, az egészséges és a jó figyelmet, a, a valódi figyelmet inkább így mondanám, az értő figyelmet, akkor ez óhatatlanul áttranszformálható, egy ember-ember kapcsolatban, egy családi kapcsolatban, de legesleg elsősorban sorban a gyereknevelésre. Ezzel az üzenettel engedünk el titeket. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!